Az áprilisi ülés első két napirendi pontja a dombóvári tűzoltóság, valamint a rendőrkapitányság tevékenységi beszámolója volt. Azon van, mindkét állományban kiváló emberek dolgoznak, és az előző évek hagyományait folytatva 2023-ban is kiváló munkát végeztek. Rendőrkapitányság tekintetében a 23 évi teljesítményük az kimagasló volt, Szvár megyei kapitány is elismerésben részesítette a dombári rendőrkapitányságot, illetve állományát. Azt gondolom, hogy a tűzoltóság tekintetében a klímaváltozás már megjelent, és annak a következménye is, hiszen a műszaki kivonulások száma 2023-ban duplájára növekedett. Tavaly évben dombári járásra 5 vihar csapott le, és ennek az elárítása, illetve rendrakása nagyon nagy terhet ró a tűzoltóságra. Reméljük, az idei év ebből a szempontból kedvezőbb lesz, és kevesebb lesz a műszaki mentéseknek a száma. A testület elfogadta a 2023 évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletet. Nagyon boldog vagyok, hogy 2023-ban is ez a kiegyensúlyozott gazdálkodás, amely 2020 óta jellemzi Dombvár városi önkormányzatát, tovább folytatódott. Szállítói kötelezettségeinknek mindig időben eleget tudtunk tenni. Folyószámla hitelkeretünket tavaly sem vettük igénybe, illetve éventúli beruházásaitaink adósságszolgálatának is mindig időben eleget tudtunk tenni. Hiszem és remélem, hogy 2024-ben ez a gazdálkodás ugyanilyen költséghatékonyan tud tovább folytatódni, és a 24 évi zárszámlás tekintetében is hasonló érekről tudok számot adni. Elfogadták azt a határozati javaslatot, amely tartalmaz az önkormányzat által alapított, illetve irányított intézmények belső ellenőrzési jelentését.